Sport és egészség a Györfiben, természettudományi versenyeken indul a refis diák, gazdaság újraindítási akcióterv, nehéz év van a karcagi zenészek mögött. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 24-én 18 óra 5 perckor. A jelen helyzetben hogyan tudnak sportolni a Györfi István Katolikus Általános Iskolában? Erről Kardosné Szilágyi Anikó testnevelőt kérdeztük. Testnevelés órán kívüli délutáni sportfoglalkozásokat nem szerveztek a gyermekek egészségének védelme érdekében. Ha a helyzet változik, szeretnék a diákjaikat a versenyekbe bekapcsolni. Mi testnevelés órán kívül délutáni sportfoglalkozásokat nem szerveztünk, nem neveztünk versenyekre, hiszen nem is volt. Én azt gondolom, hogy a gyermekek egészségének a védelme az a legfontosabb most ebben a helyzetben. De iskolánk a tanulmányi munka mellett nagyon nagy gondot fordít a sportra, és amint a járványügyi helyzet pozitív irányba változik, nagyon-nagyon szeretnénk a diákolimpiai versenyekbe bekapcsolódni, minden olyan versenybe bekapcsolódni, ahol lehetőséget tudunk teremteni a gyerekeknek a versenyzésre és a sikerek elérésére. Most a felkészítésre a mindennapos testnevelés oktatásban van lehetőség. Mindennapos testnevelés oktatás van, ezért testnevelés órán készülünk ezekre a versenyekre. És én azt gondolom, hogy a mi iskolánkban a versenysport helyett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidős sportra is. Igyekszünk a gyerekeknek olyan lehetőségeket teremteni, ami a szabadidő sportban is meg tudják mutatni magukat. Terveznek biciklitúrát a gyerekeknek a Tiszató körül, valamint sportnapot. A testnevelés órán a differenciálást alkalmazzák, és így készülnek a versenyekre. A KSE szakosztályainak edzései elindultak, így a sportoló gyerekek járnak edzésekre, de az iskolában még a délutáni sportfoglalkozások nem indultak el. A testnevelés órán a differenciálást mindenképpen alkalmazzuk, és készülünk a versenyekre, de ezek a gyerekek már most tudnak járni edzésekre is, tehát az iskolán belül nem tudjuk még a délutáni sportfoglalkozást megtartani, de a gyerekek járnak edzésekre, a Karcagi Sportegyesület különböző szakosztályaiba. Várják a versenyfolytatást atlétikában, mezei futóversenyben, és szeretnének részt venni diákolimpiai versenyekben, megpróbálnák a játékos sorversenyt is. Atlétikában nagyon szeretnénk folytatni a versenyeket, a mezei futóverseny maradt félbe, sportjátékokban szeretnénk részt venni diákolimpiai versenyekben, szeretnénk megpróbálni a játékos sorversenyt az alsó tagozaton, úgyhogy vannak terveink, reméljük, hogy sikerül őket megvalósítani a következő tanévben. Nagyon szeretnénk kihasználni a szabad tér adta lehetőségeket, atlétikából szeretnénk majd kijutni a Ligetúti sporttelepre, és ott készülni a gyerekekkel. Itt a műfüves pályán is tudunk készülni, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden feltételünk adott ahhoz, hogy versenyezzünk, felkészüljünk a versenyekre, és esetleg jó eredményeket érjünk el. Nagyon szeretnénk minél több gyereket, és a szülőket is bevonni ezekbe a rendezvényekbe. Én úgy gondolom, hogy a sport, a mozgás, az nagyon fontos a gyerekek számára, a gyerekek személyiségét fejleszti. Ezáltal én úgy gondolom, és tudományok bizonyítják, hogy javul a tanulmányi eredményük, és én azt gondolom, hogy a tanulás mellett a sport az nagyon-nagyon fontos a gyerekek életében. A sport, a mozgás nagyon fontos a gyerekek számára, a személyiségét fejleszti, javul a tanulmányi eredményük is. Az iskola diákjai közül a birkózók, a kosarasok és a focisták hoztak el szép eredményeket a bajnokságokról, és várják a folytatást. Herman Ottó versenyen kívül több megmérettetésen indul Virizló Csenge, a refis végzős diák. Ezekről és terveiről beszélgettünk vele. A természettudományos versenyek Bójai Herman Ottó mellett az infós vonalat is kipróbálta idén. Szereti a megmérettetéseket, de nem stresszel azon, hogy mindig első legyen, mert vallja, a részvétel a fontos. Most info
és vonalt is kipróbáltam, a Nemes Tihamér számítás technológiai versenyt, a Bolyai természettudományi csapatversenyt, és prózamondókon is részt vettem. Mit jelent számodra a versenyzés? Hát igazából kipróbálom, hogy milyen lennék, hogyha elindulnék egy ilyen versenyen, és igazából nem tekintek rá úgy, mint hogyha valami nagy tétje lenne. Nagyon érdekli az informatika, a biológia, kémia, ezekből többet is tanul, de nem úgy gondol rá, hogy az más elől veszi el az idejét, hanem hogy tudását gyarapítja. Mivel nagyon érdekelnek ezek a vonalak, így nem úgy gondoltam rá, hogy elveszi az időmet valami más elől, hanem hát kikapcsolódás, és ugye ezzel is sokat tanultam, szóval veszíteni nem veszítettem vele. A kis előadásokra készülés, a kutatások meghozták az önbizalmát, de előnyei mellett hátránya is van. Néha kimarad a közös osztályprogramokból, de tudja, hogy ezek hasznosak számára. Egy terepi munkát is, amellyel jobban megismerhettem a környezetemet, és igazából nagyon élveztem ezeket a munkákat. Mennyivel lettél több, mint mondjuk, aki nem vesz részt ilyen országos versenyeken? Szerintem lesz majd ennek előnye, viszont hátránya is ugye, hogy néha kimaradok más egyéb elfoglaltságokból, de szerintem egyszer majd beérik. Te most hosszú távon gondolkodol, de mi az, amiből kimaradsz? Kevesebb jut a barátokra? Igen, kevesebb szórakozás, szabadidő, de mindenképpen jó kipróbálni őket. Szívesen olvas Vas Albertet, Nógrádit, jár szavaló és mesemondó versenyekre is. A biológia kémiával szeretne a későbbiekben kutatási szinten is foglalkozni, ebben szülei is támogatják. A Vas Albert meséket nagyon szeretem, hiszen nagyon jó a mondani valója. Úgy kedvencem nincs, de nagyon sok félét szeretek. És írók közül a Vas Alberten kívül még ki az, aki jöhet? Nógrádit is nagyon szeretem, hiszen kicsit viccesen írja le a történeteket, és szerintem ez is fontos. Hova mész 8. után? Mindenképpen biológia, kémiával szeretnék tovább foglalkozni, talán ez érdekel a legjobban, és ez áll hozzám legközelebb. És tudod már, hogy hol szeretnél tanulni? Hát vannak elképzeléseim, de majd kíváncsi leszek, hogy melyik sikerül. És anyáik lebeszélnek erről, más pályára szánnak, vagy ebben a tanári pálya nincs is benne, inkább a kutatás? Hát anyáik azt gondolják, hogy úgy lesz nekem a legjobb, ahogy én szeretném, és teljes mértékben támogatnak ebben. Hát akkor nem biztos, hogy ebben a tanári pálya szerepel, lehet, hogy egy kutatás? Hát anyáik szerint jó tanár lennék, de engem nem nagyon vonz, és inkább a kutatás felé húz. És mondjuk már azt is látod előre, hogy mi az a terület, amit szeretnél kutatni? Még pontosan nem tudom, de mindenképpen biológiával valami jó kis izgalmas pályát választanék. Célja egy angol nyelvvizsga is. A gazdaság újraindítási akcióterv részeként 4 kiíráson csaknem 30 milliárd forint fejlesztési forrásra pályázhatnak vállalkozások, jelentette be a pénzügyminiszter. Ennek a karcagi pékségnek a tulajdonosa mutatja azt a 20 éves dagasztógépet, amit most a terveik szerint le tudnak cserélni, az új gazdaságélénkítő akciótervnek köszönhetően. Nekünk konkrétan az új gépek az, ami nagyon foglalkoztat bennünket már egy ideje, úgyhogy már nézegettük az árakat is, árajánlatot is kértünk, mert úgy időben készültünk arra, hogyha lehet pályázni, akkor képbe legyünk. Hát egyrészt energiatakarékosabb, meg azért 27 év alatt már rendesen elhasználtuk, és félő, hogy egyszer csak magától dönt, úgyhogy nem akarok tovább dolgozni. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a most kezdődő pályázatokra majdnem 1000 belföldi cég jelentkezhet. Lehetőséghez juthat egyrészt a hátrányos helyzetű településeken működő mintegy 800 vállalkozás, amelyek munkát adnak az ott élőknek, de a versenytársaikhoz képest nehezebb helyzetben vannak.
Hát nem csak a miénket, hanem minden vállalkozást kedvezően érint, és nagyon örülünk neki. A lehető legjobbkor érkezett, mert mindenkit megviselt ez az időszak. Szerencsére már korán értesültünk, mert már tegnap értesültünk róla, hogy van ez a lehetőség. Az Ipartestületek Országos Szövetsége minden nap küldi nekünk a friss híreket, úgyhogy tegnap már ez benne volt az e-mail fiókomban. Délután már érdeklődés is volt az Ipartestületnél ez iránt. A kormány kiemelt figyelmet fordít rájuk, így ezúttal legalább 2 milliós támogatáshoz juthatnak, de akár 60 millió forintot is kaphatnak a csütörtökön megnyíló pályázaton. A kiírások másik része az élelmiszeriparban, a műanyagiparban, valamint a divat és dizájniparban működő vállalkozások beruházásait segíti. A pályázatokon 5 millió és 500 millió forint közötti támogatással új gépeket vásárolhatnak, bővíthetik a telephelyeiket, korszerűsíthetnek, fizethetik a munkavállalóik képzéseit, vagy a bérük egy részét, tette hozzá. A beruházások munkahelyeket védenek, munkahelyeket teremtenek. A kormány azt szeretné, hogy a gazdaság újraindításából minél több magyar vállalkozás kivegye a részét, ezért biztosítja az ehhez szükséges pénzügyi ösztönzőket. Új klippel rukkolt elő Perge Tibor és fia. Televíziunk stúdiójában arról kérdezzük, mennyire volt nehéz számukra a 2020-as esztendő. Mai vendégünk Perge Tibor, a Szenyor zenekar vezetője. Köszöntöm itt a stúdióban. Szeretettel köszöntök mindenkit, tisztelettel. Régen volt már a stúdió vendége. Pont egy évvel hasonlóan. Saját dalaik vannak, de feldolgozásokkal is foglalkoznak. Most legutóbb mit dolgoztak föl? Legutóbb ritka dolog, hogy feldolgozunk. Igazából az Adjánban van egy formációnk, ami... Ez egy számomra lelki dolog, és az Adián ebben segít nekem. Én sokat voltam kórházban éveken keresztül, és hosszú évvel ezelőtt, és egy pár éve, a decembert azzal töltjük, hogy pszichiátria, Vöröskereszt, ahová hívnak bennünket, van egy ilyen kis akusztikus műsorunk, ahol viszont ilyen karácsonyi dalokat játszunk, a piramistól ajándék, a Eddától néhány olyan dal, ami zongoránál játszható, el is lehet szépen énekelni halkan is, tehát nem üvöltözemmel. És most abból vettünk fel egyet, a Gömör és a Pataki Attilának az egyik dala, a Csend igazsága. Ezt szoktuk játszani, egy pár alkalommal játszottuk, most kíváncsiak voltunk rá, hogy mit, hogy szól ez, hogyha így kicsi területben fölveszük. És fölraktuk a netre, és igazán nagy sikere volt, tehát örömmel láttuk. Meg kihívás. Ezek a dalok nagyon kihívások. Én a saját nótáimat énekelgetem, az olyan, amilyen. Tehát én nem tartom a legjobbnak. Mindig játszom, tanulok. Még, tehát saját magából tanul az ember, sok visszahallgatással. Már most gondolom, hogy valamit az alakult a régebbi időhöz képest. Viszont ezek a dalok, ennek megvan az eredetije. És az ember, hogyha megpróbálja énekelni, különösen, hogyha fölveszi, és utána visszahallgatja, és akkor nem is hasonlít rá, meg nem is semmi. És én hiszem, hogyha valamit az ember megpróbál prezentálni, akkor vagy egy olyan feldolgozás legyen, ami nagyon egyedi, és akkor az teljesen sajátja, vagy próbálja azt tükrözni, ami az dal, ami arra dal szól. De mivel mi ezt mindig adni szoktuk, tehát én nem magamat akarom olyankor adni, hanem a dalt szeretném előadni. Ilyenkor így megpróbáltuk úgy megcsinálni, igaz, a kíséretet zongorán Adrián megcsinálta, én megéneklem ugyanúgy, tehát ahogy kell, úgy érzem. Ennyi van bennem, tehát én nem játszok rá többet, de vannak kihívások is. Hangterjedelemben is, például ez a nóta ez nem egy a legjobb, de például most egy Charlie-t próbálunk, ami megint őrültnek kihívás, ráadásul úgy, hogy ne csináljon az ember magába bohócot, tehát ne Charlie-t úgy utánozza, hogy Charlie, én nem akarom utánozni, a Charlie-t megpróbálom szépen énekelni. De van Wikidál nóta is, ami mindegyik, tehát ilyen két oktáv, minimum két oktáv hangterjedelem van benne, és amit szépen énekelni, nagyon nehéz. Tehát most ezzel telik az időnk, mert vannak új dalaink, béreltünk egy próbahelyet, a Hemóba ugye nem tudunk próbálni, nekünk ott van a bázisunk, onnan átszucoltunk, kivettünk egy kultúrhelyiséget, most inkább nem mondom, hogy hol, kivettünk egy kultúrhelyiséget, és ott minden héten mi gyakorolunk. Összejárunk mindenki Debrecenből, aki honnan, és örömmel, tehát mindig végigjátszok a dalokat, megnézzük ki, újítani. Van 3 dalunk, ami megint készülőben van. Mindig elmondom, tavaly is elmondtam, még nem jutottuk el odáig, hogy fölvegyük őket, de azok is elkészülnek.
Úgy látom, hogy ennek a zenekarnak a lelke az önben lévő apró kis láng, ami mindig életben tartja. Hát én kívánom, hogy ez a láng, ez mindig égjen, és legyenek olyan időszakok, amikor fellobban, de csendesen mindig égjen, és legyen a zenekarban egészség, kreativitás, igen, hogy még sok-sok éven keresztül itt a karcagi közönség, és a Karcagon kívüli nagy közönség is élvezhesse a zeneszámaikat. Köszönöm, és remélem, hogy így lesz, és kívánok mindenkinek hasonló jó élményeket, és találkozunk a színpadon, színpad előtt, meg mindenhol, ahol szabadon lehet élvezni a muzsikát. Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra. Viszontlátásra!